Először is a cég nevével szeretném kezdeni, Intersport Kft. Nagyon sokan megkérdezték már tőlem, hogy az Intersportnak valamelyik ágazata vagy leányvállalata. Azt kell mondjam, hogy nem. Ez valóban Intersport Kft. Maga a cég logóján úgy szerepel, mint egy labda, tehát az O betű az egy labda. Ezáltal el is árultam, hogy a sport területén a labdarúgás mellé tettünk le a voksunkat, és a labdarúgás területén vagyunk legjobban otthon. 1990-től kezdve egy olyan dinamikus fejlődésen ment évről évre a vállalkozás, hogy ma már 9 üzletről beszélhetünk. Ez a 9 üzlet 3 megyeszékhelyen, Eger, Debrecen és Nyíregyházán van jelen. Debrecenben 7 üzlettel, Nyíregyházán 2 üzlettel. Azt, hogy mennyire lehet csak sportcipőből a piacon megélni vagy fejlődni, ez talán azt bizonyítja legjobban, hogy önmagában csak egy-egy résznek az alkalmazása nem elegendő. Rá kellett jönni, hogy ehhez a termékekhez sportruházat is tartozik. Futásnál egy futócipőhöz ugyanúgy hozzátartozik egy futó nadrág, egy futó mezz, egy futó trikó, és ha tovább megyünk, egy sapka, egy csuklószorító, egy kulacs, de ugyanezt el tudom mondani a futball tekintetében is. Nem elég csak futballcipőket forgalmazni a piacon, ehhez szorosan hozzátartozik a mezz, a nadrág, és kiegészítésképpen a sípcsontvédő, vagy a kapusnál a kapuskesztyű. Jelen pillanatban megint egy átértékelést kellett a cégen belül végezni, hiszen a multiknak a megjelenésével teljesen más gondolkodást, másfajta irányítást, vezetést kellett alkalmazni, és arra jutottunk, hogy márkaboltokat üzemeltetünk. Úgy gondolom, hogy az emberek túlnyomó többsége azért igenis igényli azt, hogy ha egy jó minőségű terméket vásárol, akkor el tudja az eladó, az értékesítő mondani, hogy milyen technológia, milyen textil anyaggal dolgozik, mitől tud ez többet, mint egy sima pamut póló, vagy egy pamut trikó. Ennek tudatában újra elkezdtük az alapoktól építeni a céget, és most a 9 üzletből 4 üzlet már márkabolt szinten üzemel. A brandnek a megjelenítése, a brandnek a valódiságának az egyik eszköz azon túlmenően, hogy megveszem, használom, és olyan jó tapasztalatom van a viselése alkalmából, hogy valóban, ha fölveszem ezt a trikót, akkor lehet 40 fokos, 45 fokos hőség, akkor sem tapad hozzám. Pedig ezek nem pamut termékek. Ezek szintetikus termékek, viszont olyan szövéssel készülnek, amely a vizet távol tartja a testnek a felületéről, hiszen a vizet, a párát, az izzadságot a pólónak, az anyagnak a külső részére szívja át, és ott elpárologtatja. Ez is egy olyan technológia, amit meg kell ismertetni az emberekkel, ha valakinek nem irritálja mondjuk egy szintetikus anyag a bőrét, akkor csak ezeket az anyagokat tudom ajánlani, mert ugyanúgy mozog 50 fokba, mint 15 fokban. Lehet akármennyire izzadékony, vagy éppenséggel nem izzadékony. Március 7-én Egerben nyitjuk a 3 üzletet, Nike márka volt, Adidas márka volt és egy Levi's márka voltod, valamint ha 2008 őszére elkészülne Debrecenbe a fórum, akkor szintén ugyanezekkel a márkákkal fogunk megjelenni. Annyi különbséggel, hogy most már 200-220 négyzetméteres üzletek lesznek, tehát az alapterület is növekszik azáltal, hogy hatalmas kollekciói vannak ezeknek a márkáknak, és ezeknek a bemutatása mondjuk ezen a 220 négyzetméteren sem valósulhat meg, hiszen valóban 1500-2000, sőt 3000 négyzetméteres üzletek, üzletházak is vannak, ahol a teljes kollekciót be tudják mutatni. Mi próbálunk a helyi embereknek árulni úgy, hogy az ő ízlésviláguknak, illetve a színviláguknak megfeleljen.